időben nagyon jól vagyunk, mert a fürdés kicsúszott. De lehet, a Dunába is fürdában lehet. Ha megfürdesz, én megnézlek. Hogy? Drukkolunk. Azt tudom, hogy kíváncsi lennél. Drukkolunk. Veszem már fel. A kedves sporttársak, Ápri Lajosnak, a költőnek, műfordítónak, írónak a sírjánál vagyunk. Erdélyből származott, Rassóba született. Nekem ő a legkedvesebb költőm, és nem csak ez, hogy ma Magyarország ilyen, amilyen, és hogy élünk még 1100 év után is, magyarázható azzal, hogy ilyen emberek éltek ebben az országban, akik meg tudták őrizni magyarságot, sőt, magyarokká váltak 500 létére. Én, hogy uram, tél bever templomodba. Áltam vaspántos portádon belül, s ámulva néztem botrakon kezemre sugárban omló fényességedet. Térdelt a nép, én álltam egyedül, úgy hallgattam, mit beszél papod. Ez világot szívedben megutáld, s úgy menj ki belőle mesztelen. Uram, te ezt nem akarhatod. Tudom, hogy földed nagy területéből egyetlen barlangod jutott nekem, s megremeg az is, ha viharod zenéje végig robajlik fenn a tölgyeken. De a tavaszod jő, enyém az erdő, s jó hozzám az erdő, ennem ad. Rigó szabaddal kelt a kora reggel, s ott van ba surran este, fűnfia. Gazdám a nyár az ősszel út levéle újjösszig minden gondot eltemet. Verőfényet fürözti mellem, a kóborolni küld a nyugtalanság, s nótázva fut mellettem patakod, kurjantással köszöntöm kék lakásod, s fütyűrészem, s uram, te hallgatod. Zöld asztalomon vad gyümölcs az étel, otthont kínáló tűz nem int felém. De mondd, volt-e valaha is valakinek a világja olyan szép, mint az enyém? És ha mennem kell, ruháimat egy rándítással elhullathatom, saluim szíja sem marad velem. Uram, én utáni nem tudom világod, de indulhatok úgy, amint kívánod, igéd szerint egészen ezt. Nagyon jó. Én erre járok, akkor el szoktam zarándokolni.